A kórházakban lassan, de fokozatosan visszaáll az ellátás. A házi orvosok továbbra is telefonon elérhetők. Előjegyzés szükséges minden személyes vizsgálathoz, de ellátnak mindenkit, aki sürgős panasszal érkezik. A továbbra is fenntartott óvintézkedések a betegeket és az orvosokat is egyaránt védik. Bár a gyermekorvos rendel, üres a váróterem. A felvételek még április közepén készültek. A szabályok azóta már enyhültek, de itt sem álltak még vissza a járvány előtti állapotra. Március közepe óta ebben a rendelőben csak azok tartózkodhatnak, akik egészségesek. Akinek panasza van, telefonálnia kell. A nehézségek ellenére az elmúlt hetekben sikerült kialakítani azt az új rendszert, ami mostanra működőképessé vált, nyilatkozta akkor a rendelő házi orvosa. Nagyon sok dolgot azért meg tudunk oldani, mert sok olyan tünetbetegség van, amit hát részben a telefon útján, részben most már olyan okos telefonok vannak, hogy kis videókat is tudnak készíteni a szülők, és megnézhetjük, akár meg is hallgathatjuk, és tudunk segíteni. A házi orvosok továbbra is azt kérik a lakosságtól, hogy csak sürgős esetben menjenek személyesen a rendelőbe, és inkább telefonon keressék őket. A tapasztalat az, hogy meg tízszereződött a telefonos megkeresések száma, nagyságrenddel nagyobb, égnek a vonalak, állandóan megy a konzultáció e-mailbe, telefonon, és ha valakit nem lehet elérni, az pontosan azért van, mert egy másik beteggel éppen konzultál, vagy receptet ír. Jó lenne, hogyha valami időpontot tudnánk egyeztetni, így a délelőtt során ráér, hogy el tudjon jönni a rendelőbe? Ma a Helyő Csabai házi orvosi rendelőben is gyakran csörgött a telefon, sokan kértek időpontot. Előjegyzéssel dolgozunk, a beteg betelefonál, elmondja a panaszát, előjegyzési időpontot adunk, ezekre az előjegyzési időpontokra nagy pontossággal érkeznek, tehát abszolút pozitív a tapasztalatunk. Én azt kérem a betegektől, hogy aki mondjuk nem tud esetleg, vagy már elfogynak az időpontjaink, de mégis jönni kell, akkor ők a rendelés elejére jöjjenek, ott nem adunk időpontot. A váróteremben azonban a szabályokat be kell tartani. A miskolci házi orvos szerint az előjegyzéssel sokkal tervezhetőbbé vált a betegellátás. Az óvintézkedések a betegeket és az orvosokat egyaránt védik.